mai igét. A mai ige a Máté evangéliuma 13. részből. Más példázatot is mondott nekik. Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet fog az ember és elvet a szántó földjébe. Ez kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak, és fészket raknak ágai között. Más példázatot is mondok nekik. Szeretettel köszöntöm a nézőt. Elsőbségadás kötelező. Senkinek nem jut eszébe, hogy ez a tábla csak a kis teljesítményű, ócska, olcsó autóknak szól, a drága, nagy teljesítményi erős autókkal szemben. Vajon szabályozza a családok életét valamilyen iratlan kressz? Érvényes-e még ma is a negyedik parancsolat, tiszteld atyádat és anyádat? Családi hierarchia. Ki az elsőbség? Benjamin, te hanyadik vagy ebben a családban? Én vagyok a legkisebb, a legutolsó. Akkor te neked mindenki parancsol? Nekem mindenki parancsolhat, és nekem azt meg kéne tennem, de hogyha olyan nehéz, akkor nem mindig nem tudom megtenni, és azt mondom, hogy nem teszem meg. Illetve te is tudsz kérni, azért neked is megtesznek valamit? Hát igen. Például miket? Például megkérem, hogy csinálják meg az ágyamot, megkérem mondjuk Áront, és ő megcsinálja nekem. Aha. Te nem vágyodsz arra, hogy esetleg még születne egy kis öcséd, akkor már ne te is tudnál valakinek parancsolni. Neked is lenne beosztottad. Nem, nekem jó ez a... Jó itt legalul. A testvérek közt így a tekintélyrendszert, az hogy bírod elviselni? Te vagy a középső. Hát én elhiszem, hogy ha a Bálint parancsol, nekem én nagyjából cselekedni szeretném, de ha valami olyat kér, akkor azt nem igazán, vagyis hát olyan nehezet kér, akkor azt nem igazán szeretném megtenni. Hát milyen példát tudsz erre mondani? Hát például, hogy rakjuk rendbe az ő ágyát is, és akkor mondom neki, hogy jó, majd te megcsinálod. Aha. Azért nem vakon engedelmeskedünk itt a parancsolgatásban, hanem egy kicsit kontrolláljuk is, ugye? Hát igen. És ha mondjuk nem csinálom meg, akkor mondjuk kicsit hátba püföl, de hát aztán... Még mindig jobb, mint egy beágyazás. Igen. De azért, hogy már sokat szóra már megcsinálom. Itt vagytok együtt ebben a szobában. Van itt valami szobaparancsok? Hát végül is, mert én vagyok a legnagyobb, nekem van a úgy köztük úgy parancsoló szavam, úgy mert ez így mondjuk elég túlzás, de van valami felsőbb rangom fölöttük. Hát úgy én szoktam nekik mondani egy-két dolgot, hogy mit kéne megtenni, azt akkor úgy többé-kevésbé meg is teszik. Aha. Ezek mire szorítkoznak ezek a parancsok? Hát anyukám például megkér valamire, és akkor... Én irányítom őket, hogy hogyan tegyük azt meg. Na most te is azért meghallgatod a öcskösöket, hogy hát ők is szólhatnak azért valamit? Természetesen, hát úgy közösen oldjuk meg a dolgokat. Tehát mindenkinek van hozzászólása, és akkor úgy közösen megtesszük. Szokott-e itt lenni kis bunyó vagy ilyesmi? Természetesen az úgy mindig belefér egy kicsit. Te hogy viszonyulsz ahhoz, hogy van fegyelmezés vagy fenyítés egy családban? Hát családban legfőbb parancsoló szó az apáé szerintem, és így lejjebb hierarchikus rendben lefelé mindenki többé-kevésbé parancsol lejjebb levőnek. Most ha a parancs nem érvényesül, akkor jön elő a fenyítés kérdése. Te hogy viszonyulsz ahhoz, hogy a szülők a nevelésben milyen fenyítést használhatnak, szerinted, a te szíved szerint? Szerintem, amit a szülők eldöntenek, az reális, az a fenyítés. Mondjuk egy-két fülesnek megvan a maga jelentősége. Az úgy kell az ember életében, hogy na jó, akkor itt most lezárunk egy szakaszt, és egy pofonnal... szentesítjük is azt. Uh-huh. Te mit szólsz ehhez a gondolathoz, hogy tekintélytisztelet? Fontos dolog szerintem. Legyen
egy ember, akinek tekintélye van családban, és ő legyen a fő családon belül. Az, hogy milyen irányba terelgetjük a gyerekeket. Van bizonyos fokban demokrácia, de azért az van nagy vonalakban, amit mi is jónak látunk. Tehát vannak olyan dolgok, hogy a gyerek elkezd valamit, egy sportot, egy tanfolyamot, egy foglalkozást, akkor nem gondolhatja meg februárban, hogy hát őnek már nincsen kedve. Ez a dolog, ez május-júniusig tart, akkor lesz vége, majd akkor jövőre, szeptemberben újra gondolhatod, hogy akarod-e csinálni, de ezt elkezdted, akkor most ezt végig kell csinálni. A gyerekeknek azt szoktuk mondani egyértelműen, hogy az édesapa a főnök. De mivel én vagyok velük itthon többet, ezért tudják, hogy az édesapa nincs itthon, akkor én vagyok a főnök, és nagyon igyekszünk ügyelni arra, hogy mi ketten ugyanazt képviseljük. Ennek alkalma, hogy ezt egyeztessük. Este, éjszakánként, amikor végig beszéljük a problémás helyzeteket. A gyerek persze nagyon jól érzékeli, hogy hol, miben, melyikünk az engedékenyebb, akár a nyalánkságok fogyasztásában, akár a füzetmásolásban, és próbálkozik a másik, és akkor meg szoktuk kérdezni, és az édesapa mit mondott? És az édesanyja mit mondott? Hát akkor most én is ugyanazt mondom, neked kár volt ide jönnöd, fiam. Vannak dolgok, amiket meg lehet beszélni, és vannak dolgok, amik nem megbeszélés tárgyai. Adott korlátok között megbeszélés tárgyai, hogy miben jön a templomba, miben jön a temetésre, miben megy színházba, de akármiben nem mehet. Tehát vannak olyan dolgok, amire megmondjuk, hogy hát mi értelmetlennek tartjuk a dolgot, de hát te tudod, gondold végig, hogy most megéri-e. Ilyenek voltak a kosaras kártyák. A matricádat fölragasztod ide a gyűjtőalbumba, két hónap múlva ki fogod dobni, hogy most tényleg ez megéri-e neked. De szüksége van arra, hogy ő maga is bukjon a dolgon. A harmadik pedig az a kategória, amikor nekünk valami vonzóbbat kell felkínálni ahhoz, hogy belássa, hogy nem egészen jó az úgy. Próbálunk különbséget tenni azért a gyerekek korosztályának megfelelően is, hogy van, amiben a nagyok dönthetnek, egyedül elmehetnek, van, ami a kicsikre nem vonatkozik, de el fogjuk engedni őket is, hogyha mi biztonságosnak érezzük, hogyha azt mondjuk nekik, hogyha mi teljesen biztosak leszünk abban, hogy te jól tudsz úszni, tudni fogod, hogy merre vezet a bicikliút, nem rohansz át rajta, fölismered a veszélyhelyzeteket, akkor majd te is mehetsz, most még annál jobban féltünk. Ha mi megyünk el este itthonról, akkor a nagyoknak egyértelműen szót kell fogadni. Ezt tudják ők is, de el szoktuk minden esetben mondani. Nekem elég kemény édesapám volt, aki a tekintélyelvűséget alkalmazta, és ugye nem egyszer, nem kétszer megszaladt a keze. Na most én ezt a tekintélyelvűséget így direkt, konkrétan nem alkalmazom. A gyermekeimmel is én úgy gondolom, hogy
alapvetően szeretetből és kedvességből és melegségből közeledem, és ebbe próbálom őket belehelyezni. Ha szükséges, akkor természetesen előjöhet, és elő is jön a tekintély, és akkor az van, amit kérünk, de alapvetően tényleg a legmélyebb szeretetből próbálok nevelni. Azért a gyerekek feszegetik a felnőttek, vagy hát ahogy élnek, és anyuka, apuka gyülekezet, ha járnak, vagy mama, tehát ezeket a úgymond határokat, hogy mit szabad és mit nem, hogy most ordibálhatok egyet a buszon, vagy most rám szólnak, vagy bármi. Tehát most én azért nem akarom elmosni ezt a dolgot, hogy a gyerek nem lett rossz, én vagyok csak a hibás, ha rosszaságot csinál, hogy mindenképpen határokat kell szabni. Hogyha már nagyon kiborít minket a gyerek, vagy olyan szemtelenséget enged meg magának, ami megengedhetetlen, akkor a popsijára kap egyet, vagy kettőt. Tehát ez előfordult. Hát én azt gondolom, hogy, és ebben szerintem egyetértünk, tehát hogyha egy gyerek rosszalkodik, úgymond, tehát olyan dolgot csinál, ami nem helyes, de mondjuk nem arra gondolok, hogy szegény véletlenül elesett az utcán, és tehát ez nem rosszasság, ugye ebben egyetértünk, akkor ott valami baj van. De nem az a baj, hogy mert ő egy rossz, megátalkodott gyerek, hanem én sokszor azt vettem olyankor észre, hogy valami kell neki, valami hiányzik. De nem feltétlenül most egy nyalókára gondolok, hanem inkább az érzelmi életében van egy pillanatnyi űr, vagy azt szeretném, hogy ráfigyeljünk. Tehát mindenképpen először azt kell keresni, hogy én mit tehetnénk azért, hogy ő ne folytassa ezt a rosszaságát. És én azért, mint ez tapasztalat, hogy tehát ez egy szinte végső megoldás, ez az első és végső megoldás, hogy leülünk, megbeszéljük, játszunk. Az biztos, hogy mi felnőttek sokszor azt mondjuk, hogy nincs kedvem, nincs időm, más dolgom van, stb. De tehát van egy ilyen is, hogyha egy kisgyerekkel csak egy napi fél óra, órát, de azt tényleg odafigyelve és odaszámva eltöltjük, akkor az felér azzal, hogy órákat együtt voltunk együtt a lakásban, csak éppen mindenki más csinált. Hogy nevelnek titeket a szüleitek, téged meg a kis fugicádat? Szerintem szigorúan? Nem. Hát hogy, akkor meséld el, hogy? Hát vannak olyan fokozatok, amikor már túlságosan rossz vagyok, akkor már persze, hogy mérgesek rá, akkor... De nem szoktak verni engem. Uh-huh. Elég neked a szép szó, úgy érzed? Hát, szerintem igen, de néha nem. Mikor néha nem? Néha. Emlékszel egy olyan konkrét esetre, amikor nem volt elég a szép szó? Nem emlékszem rá. Nem emlékszem rá, sikerült elfelejteni. Bocsánatot kértél-e már, hogyha megbántottad őket? Igen. Ez hogy játszódik le, mit mondasz? Hogy... Egy bocsánat. Ne haragudjanak. És utána van egy kis odasimulás is, vagy pedig... Volt már sírás? Sírás volt már, hogy sírtál valamin? Persze. Van úgy, hogy én cselekszem olyat, mondok olyat, vagy olyan indulatok jönnek elő bennem, amik korán sem helyesek, akkor tudok és akarok bocsánatot kérni, és ezt meg is teszem. És úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy a felnőtt is le tudjon hajolni a gyermek szintjére, és meg tudja bánni azt, amit elkövetett ellene, vagy akár a feleség ellen, szavakban, indulatokban. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, mert úgy gondolom, hogy ezek oldják fel azokat a feszültségeket, amelyek esetleg később a gyermekben előjöhetnek, mint valami ellenkezés, vagy bármi. Abszolút eltérő természetű emberek vagyunk. Ugyanakkor azt világosan tanítja a Biblia, hogy a házaspáron belül vezető szerep, mellérendelt szerep, sok minden. Minden kérdésre világos, egyértelmű eligazítást ad. Nagyon
jónak találom azt a nemrég tanított kifejezést a feleségre, hogy önként engedelmes. Az ige azt is írja, ugye, hogy egymásnak engedelmeskedjetek. Valamiféle vezető szerepet ugyanakkor egyértelműen szán Isten a férfinek. Ezeket a kérdéseket nagyon nehéz nálunk helyre tenni. Mint ahogy a férjem mondta, hogy ellentétes pár vagyunk, én éppen valóban a kicsit keményebb, férfiasabb vonalat képviselem, ami nem igazán jó, mert nem biblikus. Ugyanis az anyának kell lenni a csöndesnek, a szeretőnek, a simogatónak, és nem pedig állandóan rendre utasítónak. Engem most tényleg Isten ebben nagyon sokat alakít, formál. Eddig a pénztárca is évekig az én kezembe volt. Ezt is tudatosan oda kellett tennem. És át kellett adnom a férjemnek, pedig ezt is nagyon nehezen tettem, mert azt gondoltam, hogy ő nem ért hozzá. Azóta a férjem intézi a pénzügyeket, több-kevesebb sikerrel, de látom, hogy őt akarja Isten megtanítani rá. És nem nekem kell adni az instrukciókat hozzá, és sokkal békésebb vagyok ezügyben is, hogy nincs rajtam az a felelősség, ami ezzel jár. Itt ebben a családi házban három generáció lakik együtt. A hierarchiába beletartozik még a fölöttünk lévő generáció is, vagy idő múlva azok más szintre kerülnek? Hát az édesapámmal élünk együtt. Ő beleszól és tanít sok mindenbe, amit ő másképp lát és másképp tapasztalt meg. Sok mindenre próbál bennünket tanítani, és mi többé-kevésbé próbáljuk ezt el is fogadni. A mi időnkben a három korosztály, hogy úgy mondjam, talán másképp élt és közvetlenebb volt, mint a mai fiatalság. Ez nem csak talán itt nálunk, vagy fiaméknál, hanem ez nagyon sok helyen így van, hogy a munkaterület, a munka megosztás, minden befolyásolja, hogy át kell egy kicsit alakulni, és hozzá kell idomulni a mai helyzethez is. Nem igazán vagyunk a hívő család példaképe a hierarchiában, de tudatosan figyelünk rá, és tudatosan próbáljuk erre Istennek a vezetését, és az Isten vezetésének engedelmeskedni. Hogy Isten tudja, hogy a férfit és a nőt mire teremtette, mire alkalmas és mire alkalmatlan a maga nemében. Ezek teljesen össze-vissza keveredtek, azt hiszem, hát a mi életünkben is, meg bizonyára más életében is. És úgy látom, hogy nálunk ezek nagyon keservesen, nagyon lassan kell a helyére kerüljenek. Ennek a harctere a család. Ugye azt szokták mondani, hogy a család a legnehezebb harctér, nagyon sokféle harc dúl, nyilvános és rejtett harc, és nagyon gyorsan elvesznénk vezetés nélkül. Hát sokféle próbát és nehézséget kell végigcsinálni ahhoz, hogy ebben legyen előrelépés. Bízunk benne, hogy lesz azért.